Szeretettel köszöntöm az irányvonal kitartó, hűséges nézőit és hallgatóit. Egy nagyon érdekes ellentmondásról kaptunk most kérdést, vagy látszólagos ellentmondást, megnézzük, utána megyünk. Azt olvashatjuk Mózes első könyve 3. fejezetében, hogy az emberpár, nevezetesen Éva, mielőtt evett volna arról a bizonyos fáról, annak a gyümölcséből, a jó és gonosz tudásának, a fájának a gyümölcséből, amit ugye a kígyó ajánlott fel neki, ama régi kígyó, Jelenések könyvének a híres kígyója, az ellenség, a sátán, a mennyei lázadó. Szóval mielőtt evett volna a jó és gonosz tudásának a gyümölcséből, már tudta, hogy jó az a fa az elederre. Nincsen ebben ellentmondás? Szóval a kérdés, hogy már tudja, hogy mi a jó, mikor még nem is evett abból a gyümölcsből, amiből a jó és gonosz tudása fakadna. Szó szerint egyébként így hangzik az igénk itt Mózes első könyve 3. fejezetének a 6. versében, és látta az asszony, hogy jó az a fa elederre, és hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, szakasztott azért annak gyümölcséből, és evett, és adott a vele lévő férjének is, és az is evett. Nagyon tanulságos a felsorolás, azt olvassuk, hogy a kígyóval folytatott párbeszéd után, és ez döntő egyébként a kérdés tisztázásánál, tehát a kígyó meggyőzi az asszonyt arról, hogy jó az a fa az elederre, ezt megerősíti egy vizuális élmény is, hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességért, itt viszont a kígyó által elültetett gondolatokat látjuk viszont, mert hogy azt mondta, hogy akkor olyan bölcs leszel, mint az Isten. Ha meg akarjuk vizsgálni ezt a kérdést, akkor tulajdonképpen itt a jó szóval, ugye ezzel a héber tov szóval kell valamit kezdenünk. Nem kell nagyon sokat nyelvészkednünk, a Biblia egyébként egyik kulcs kifejezéséről van szó, aminek azonban már az Ószövetségben is több mint 5000 előfordulási helye van. Hogy itt ugyanaz a szó szerepel, akkor is, amikor a jó és gonosz tudásáról van szó, és akkor is, amikor azt mondja, hogy jó az eledelre, az a fa, jó a fogyasztásra, annak a fának a gyümölcse, az egyébként nem kérdés, de csak egyet kell visszalapoznunk, hogy Mózes első könyvében a teremtés leírásánál egyetlen fejezeten belül 7-szer olvassuk ugyanezt a tóv kifejezést, ami a jót jelenti. A jó az itt nem az általános iskola értelembe vett 4-es osztályzat egyébként. A jó az itt az, amihez nincs mit hozzátenni, ami egyszerűen kerek és tökéletes úgy, ahogy van, ahol éppen tart. Magában a 2. fejezetben is olvassuk, tehát mielőtt ideérnénk a 3. fejezethez, és jó az a fa az elederre, már olvassuk 10 alkalommal ezt a kifejezést, de a 2. fejezet 18. versében már olvassuk a nem jó kifejezést is, ezt pedig arra mondja, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, szerzek néki segítőtársat, tehát, hogy ahogy az Isten sem egyedül teremt, úgy az embert is közösségi, szociális lénynek teremti a maga képére és hasonlatosságára. És itt, hogyha megyünk tovább azért, a Szentírásban ez a jó kifejezés nagyon sok mindent jelent. Alapvetően egyébként jelenti azt, hogy jó, valami szép, valami kellemes. A mai magyar nyelvben is, hogyha egy munka befejeztével, mondjuk például egy ilyen felvétel, miközben dobog a szívem és magas a púlzusom, mégis sikerül elsőre, hogy ez végbe menjen, akkor bejön valaki, és jobb esetben azt mondja, hogy na, ez szép munka volt. De ha azt mondja, hogy ez jó munka volt, a jó és a szép, akkor is ugyanazt jelenti. A Bibliában a jó, szép, kellemes, tehát egy nagyon sok mindent kifejező szó. Jelenti azt, hogy valami vizuálisan tetszetős, de jelenti azt is, hogy valaminek az illata jó vagy szép. Számtalan alkalommal használja a Biblia ilyen értelemben is. De az ízlelés, tehát figyeljük meg, az érzékelés, látás, szaglás, ízlelés értelmében is jelenti, így szerepel egyébként itt az Éva történetben is. Eteti magát, szép, jó, kellemes. De szokták ezt a jó kifejezést mondani egy időre, egy megfelelő időre, egy megfelelő helyre, egy megfelelő személyre, vagy egy megfelelő üzenetre is. Ez a jó szó lehet melléknév, de lehet főnév is, mint egy nagyon érdekes a héber nyelv sajátossága, hogy a jó lehet hímnemű és nőnemű is. A 5000 előfordulás tehát bőven már önmagában magyarázatot ad arra,
hogy hogyan lehetséges az, hogy a jó és gonosz tudása, mint isteni tudomány, ugyanúgy magában foglalja ezt a jó szót, mint ahogy a vizuális érzékelés nyomán Éva ízlelő bimbói és a gondolati kísértés, hogy olyan bölcs leszek, mint az Isten, egyszerre győzte meg arról, nem arról, hogy ez igazán jó, úgy, ahogy az Isten mondja, hanem arról, hogy ide nekem ezt a gyümölcsöt, mert a kígyó épp most beszélt lyukat a hasamba, hogy nekem erre a jóra van szükségem. Igen ám, csak ez a jó már nem azt jelenti, amit az Isten akar adni jót az embernek. Éppen ezért látjuk azt, hogy tulajdonképpen itt a jónak a hasonmásával, vagy mondjuk így a hamisítványával van dolgunk. Nem azzal a jóval, amit az Isten az embernek akar adni. Az ember elesése a gondolkodásban történt először. Nem a gyümölcsbe való beleharapás pillanatában fogadta be azt a kémiai anyagot, amitől önző és hitetlen lett, az Istennel szemben bizalmatlan és hálátlan, hanem azzal, ahogyan a jóról való hamis felfogást, az Istennel szembeni bizalmatlanságot, az önzést beengedte a szívébe. Nem véletlen éppen ezért, hogy két újszövetségi iratban is, János apostol, illetve Jakab apostol is ezt a mozzanatot ragadja meg, annak az érzékeltetésére, hogy mire érdemes nagyon vigyázni az életben, amikor jó és jó között különbséget akarunk tenni. Mert a kígyó által felajánlott jó, az nem a valódi, az csak egy hasonmás. A kísértés mindig csak egy jó másolata, amit ő felajánl nekünk. Jakab apostol az első levele első fejezetének a 14., 15. és 17. versében azt mondja, olvasom innen az igét, csak előtte gyorsan oda is kell ám lapozni, hogy mindenki kísértetik, amikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága. Azután a kívánság megfogalva bűnt szül, a bűn pedig teljességre jutva halált nemz. Minden jó adomány pedig, és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok atyától száll alá, akinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka. Az a jó tehát, amit vonta és édesgette Évát, az nem az a jó volt, amit az Isten igazán akart adni az embernek. János apostol az első levele második fejezetében, a 15., 16., 17. versekben nem is véletlen fűzi hozzá, ne szeressétek a világot, se azokat a dolgokat, amik a világban vannak. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága, a szemek kívánsága, az élet kérkedése nem az atyától van, és a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökké. Különbség van tehát a között, hogy valamit Éva jónak látott, mert az ördög elhitette vele, és valamit jónak nevez az Isten. Az ember számára a jó és gonosz tudása valójában egy nem kívánatos gyümölcs volt. Utólag már persze könnyű okosnak lenni. Mégsem haragudhatunk Évára. Sőt, a nagy feladat inkább mindannyiunk számára az, hogy amikor ma a szemek kívánsága, az élet kérkedése, az illata, az íze, szóval mindaz, ami kísértő helyzetbe tud bennünket hozni, megjelenik az életünkben, akkor különbséget tudunk-e tenni. Isten segítsen nekünk a jó és a jónak látszó között mindig differenciálni. Úgy legyen.